Színes papírok és nyilak mutatják a helyes irányt az először arra járóknak, no meg a hangos énekszó is segít a tájékozódásban. Az egykori könyvtárban zajlanak már múlt hét óta a táncpróbák. Nagyon sok minden gyűlt már össze a rengeteg sok év alatt, amit ott dolgozunk már a néptáncosokkal. Ehhez nagyon nagy segítséget kaptunk a Vagyonhasznosító Kft-től, hiszen az első alkalommal ők biztosítottak autókat is, embereket is segíteni pakolni. Természetesen mi összepakoltunk, amit tudtunk már a házba. Dobozokba, zsákokba kerültek a szoknyák, nadrágok, szalagok és lajbik. Nagyobb bútorokat ott hagyhattak, hiszen a felújítás bizonyos részeket nem érint. Vártuk, hogy ki lesz a kivitelezője a háznak, aki föl fogja újítani, és szerencsére ő is, és a város is partner volt ebben, hogy azokat a bútordarabokat, amiket már oda nem is tudnánk igazán hova tenni, illetve ott nincs rá szükségünk, azokat itt hagyhattuk a házba, elzárhattunk bizonyos dolgokat, hiszen nem lesz teljes felújítás, és amit nem fognak újítani, ott kaptunk rá engedélyt, hogy hagyjunk ott ilyen nagyobb dolgokat, bútordarabokat. Május végéig, az évzáró műsorig nagyrészt az új helyen lesznek a próbák, ahol már most nagyon meleg van. Ha szerencsénk van, akkor legkésőbb szeptemberben mehetünk vissza, és hát igen, nem is nagyon szeretnénk ott sem kipakolni az új helyen, tehát dobozokba hagyunk, amit lehet, hogy ne kelljen újra pakolni, és reményeink szerint szeptember végéig visszakerülhetünk a részlegesen felújított házba, amit viszont mi nagyon szeretünk. Szerencsére a próbák rendjén nem kellett változtatni, így készülhetnek a nyári fesztiválokra, külföldi utakra a néptáncosok.